szülőként, anyaként tudjuk, hogy hát természetesen a karácsony az ünnepek azoknak a középpontjában mindig a gyermekeink állnak. Az idei karácsonykor és az azt megelőző várakozási időszakban adventkor is elsősorban a gyerekeknek szeretne kedveskedni a város. A programsorozat címe is ezt sugallja, Fehérvári karácsony gyermekekre hangolódva. Lesznek kézművesek a városház előtti téren, és kiállítják a szerda délig versenyre nevezett adventi koszorúkat is. A rászorulókra is gondol idén a város, meghirdetik a cipős doboz akciót, amelyhez bárki csatlakozhat, aki csak megajándékozna egy cipős dobozba is beleférő figyelmességgel a nélkülözőket. A város a maga lehetőségeivel, eszközeivel szerette volna megmutatni, hogy az advent ne csak a rohanásról, a vásárlásról szóljon, szerettünk volna magunk eszközeivel lehetőséget adni arra, hogy nagyon színvonalas kulturális programok álljanak az ide látogatók rendelkezésére, hogy a családok egy kicsit lecsendesüljenek, együtt legyenek, jöjjenek ki közösen, igyanak egy pohár forralt bort, egy jó meleg puncsot, teát a gyerekek, legyenek együtt, és nézzük meg együtt, hogy a saját gyerekeink mire képesek a nagy színpadon. Nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel készítenek saját maguk. Rendhagyó módon a főutcai adventi vásár idejére egy faházba a megyei önkormányzat intézményei is kitelepülnek. Ők saját készítésű portékáikat árulják majd. Az így befolyó összegből a Szociális és Gyermekvédelmi Központ lakóinak teszik majd szebbé a karácsonyt. Megnyit a megyeház udvara is. Itt forralt bor és fenyőfa egyaránt kapható lesz. Mind a piac tér felüli oldalon, mind pedig a Szent István tér felüli oldalról a vaskapu nyitva lesz, és a megyeház udvara várja az odalátogatókat fenyőfavásárral, forralt borral, ajándéktárgyakkal, karácsonyi képeslappal, amit külön erre az alkalomra készítettünk egy 13 éves autista kislány rajzával, és egy naptárral, egy fali naptárral, amiben Fejér megye hungarikumjait mutatjuk be a fehérvárieknek és a fehérmegyeieknek. Nagyon-nagyon sokszínű. Igazi különlegessége az idei karácsonyvárásnak, hogy az ország egyik legismertebb zenekara jön Fehérvárra. December 19-én a Szent István Művelődési Házban lép fel a Csík zenekar.